Versenyfutás az idővel. Futárok ezrei küzdik át magukat Barcelonán nap mint nap. A legkisebb csomagot is egészen a bejáratig viszik. A közlekedési szabályok másodlagosak. Még a mozgássérült parkolóhelyekre sincsenek tekintettel. A barcelonai városházán most a helyi politikusok hadat üzentek az Amazonnak és társainak. Az elkereskedelemben nem fizetnek kommunális adót, a kiskereskedők viszont igen, és ők teremtenek munkahelyeket is helyben. A nagy online cégek használják a köztereinket, majd eltűnnek. Ezért szükség van erre az adóra. Olyan közjószágról van szó, amiből kevés van Barcelonában, közterületről. Az online kereskedőknek ezentúl éves forgalmuk 1,25%-át kell befizetniük a városnak, ha árbevételük meghaladja az 1 millió eurót. A piacvezető Amazon és számos szállítmányozó vállalat hangosan tiltakozik a lépés ellen. Minden áruszállítással foglalkozó szolgáltatásnak, legyen kicsi vagy nagy, hazai vagy nemzetközi, meg kell fizetni ezt az adót. Ezzel azt érjük el, hogy drágább lesz az online kereskedelem Barcelonában, mint bárhol máshol. A következő lépés majd az lesz, hogy lekapcsolják a Wi-Fi-t, csak hogy az emberek ne vásároljanak interneten. A városvezetés célja a helyi kiskereskedelem támogatása. A San Andreu negyedben még úgy tűnik, minden rendben van a hagyományos vásárlás világában. Itt még eljárnak gyalog bevásárolni, nem egyből az egérre kattintanak. De a nagymúltú üzletek így is panaszkodnak, hogy nem tudják felvenni a versenyt az online kiskereskedőkkel. Akik alig fizetnek adót, viszont szennyezik a levegőt, mondják a kritikusaik. Ez a negyedórás városmodellről szól, vagyis hogy otthonról mindent el tudj érni gyalog 15 percen belül. Egyrészt ez fenntarthatóbb, másrészt a kiskereskedelemben segíti a társas érintkezést. Mi, boltosok, a közösségi érzést ápoljuk. Adót csak akkor nem kellene fizetniük, ha a vásárlók maguk hozzák el az árut az ehhez hasonló átvevőpontokon. Az Amazonnak körülbelül 1000 ilyenje van. A városvezetés szerint lényegesen több lenne szükség. A házhoz szállítás kényelme nem lehet ingyenes. Ezzel az adóval azt szeretnénk elérni, hogy az emberek gyalog közlekedjenek. Az Amazon más cégekkel együtt jogi lépéseket tett a tervezett adó ellen. Sok nagyváros árgus szemekkel figyeli a kísérletet. Nem ez lenne az első eset, hogy a katalán főváros precedenst teremt.